A hétfői adásunkban megígértem, hogy ma is lesz műcsarnokos témánk, így a Morf kiállításáról fogunk beszélgetni, a Testben lakozó lélek címmel. Itt van már velem a stúdióban Reiső Szilvia, a kiállítás kurátora. Nagy szeretettel köszöntöm. Itt én kezemben tartom már a kiállításnak a katalógusát, és feltettem önnek azt a kérdést, hogy mi is pontosan ez a Morf, így adáson kívül, de akkor adásban is megkérdezem, hogy induljunk talán innen, hogy mit is jelent, vagy kikből is áll ez a csoportosulás. Az előbb említett, hogy a Testben lakozó lélek a kiállítás címe. Nem ez a címe, bár lehet a ez is. A mai beszélgetésünknek adtuk mi ezt a címet. Szuper. Jó, mert hogy teljesen idevág a kiállítás. A Morf jelenlegi három tagja, Kalmár János, Mata Attila és Szabó Tamás, mind a hárman erejük teljében lévő Munkácsi Díjas szobrászművészek. Morf csoportként alakultak annó 2005-ben, ezután következett mostanáig 6 közös kiállításuk, 6-an kezdték ezt az együttműködést annak idején, és mostanra 3-an maradtak, mint mag, ez a 8. közös kiállításuk. Mi jellemző erre a csoportra, vagy ugye ön is említett, hogy kezdetben 6-an voltak, már a 3-an maradtak. Hogyan álltak ők össze, vagy mi volt az a művészeti koncepció, ami mentén ők elkezdtek alkotni? A legelső dolog az volt, hogy együtt legyenek, erősebbek legyenek, a gyűjtők felé tudjanak képviselni egy jelenlétet, valamiféle jelenlétet, aztán a későbbiekben ez megváltozott. Kalmár János, Mata Attila és Szabó Tamás esetében lett igazán markáns az a dolog, hogy a szobrászatra ugyanúgy gondolkodtak, mind a hárman a test és a lélek kapcsolatával foglalkoznak gyakorlatilag évtizedek óta, különböző mértékben absztrahálva az emberi alakot, az emberi formát, de mindenképpen erre az áthitalhatatlan kérdésre, vagy megpróbálnak választ adni a munkáikban. Illetve van még egy dolog, ami abszolút összekapcsolja őket, hogy a szobrászat anyagaként a hagyományos matériát használják, persze modernebb eszközökkel is kiváltva ezt néhol, de javarészt a kő, a mészkő, a bronz és ilyesmi, amivel létrehozzák a műveiket. Igen, itt én közben lapozgattam a kedves nézőknek is a kiállítás anyagát, hogy lássák, hogy miről is van pontosan szó. Hogyan változott akkor a kezdeti csoportosulás a mostanihoz? Mennyiben változott-e a művészeti koncepció? Nem, tehát ez maradt a fő csapásvonal, hogy test és lélek kapcsolata, illetve hogy antropomorf formában megfogalmazni a dolgokat. Sajátosság a három művésznek, hogy a festészetet, mint olyat nem hagyták el, illetve beemelték a pont egy ilyennél van nyitva most a füzet, itt rózsaszín, világos, zöld, és tényleg a szivárvány minden színében pompázik a szobor. Ezt tetten érhető konkrétan az első látásra felmerülő színekben is, de tetten érhető a gondolkodásmódban. Szabó Tamás legújabb 2018 tavaszán kezdett, nevezhetjük sorozatában, sík képeket készít. Itt mondjuk ez a legújabb dolog, hogy hímzéseket emel be a képekbe. Mata Attilánál rendkívül fontos az, hogy a fa, vagy akár a bronz felületét megfesti, ezzel a szobor terét is tágítja. Kalmár János pedig, hát ő is korábban is festett, rajzolt, illetve most az ő alkotásai is összetéveszthetetlenek. A rajz, illetve a festészet alapját, a vonalakat ő is használja. Mennyire újszerű ez, vagy mennyire elfogadott a szobrászok körében, vagy mondjuk a szakma körében az, hogy a festészet iránya fele mennek inkább a szobrászok? Annyira jól működik mindhármuknál, hogy nem is merül fel a kérdés, tehát ezt az ember, hogyha ha nyitott szemmel jár, akkor konstatálja, illetve a laikus látogató az is érezhető, hogy itt valami plusz van, vagy van egy kis... Tehát, hogy nem határolják el magukat más művészeti ágaktól.
Ők hárman mennyire hasonlítanak egymással, vagy a művészetük mennyire hasonlít egymással? Nagyon jó a kérdés. Próbáltuk az elmúlt napokban, hetekben ezt többször definiálni, hogy vajon mi az a, tehát mondjanak valamit, ami miatt sorszerű, vagy szükségszerű, hogy ők össze, vagy így együtt maradtak. De hogy ők mondjanak magukról. Hát, hogy ők, mert igen, mert igazából ők sem határozták ezt meg, se leírva eddig, se szóban. És ahogy Kalmár János fogalmazott, az a nagyszerű helyzet állt elő, hogy mind a hárman aláírják ezt, hogy egyszerűen hármuknál különbözőbb egyéniségek, habitusok talán nem is léteznek a szobrásztársadalmon belül, és ez ad egy bukét a dolognak, illetve a szabadság, hogy egymást választották. Hát erejük teljében, tehát az 50-es éveik elején választották ők egymást, mint maradandó társat. Most, hogyha itt a hasonlóságról beszélünk, én most Szabó Tamásnál nyitottam ki a katalógust, ő szerepel itt a vége fele, és a nézőknek is mutattam ugye a képeket, na most az ő alkotásai sem hasonlítanak egymásra, tehát ő is egészen eltérő irányokat képvisel, ugye itt a hímzéses alkotásokról, de ezek a egészen furcsa, ilyen fémes, mint a szögekből állnának a szobrai, tehát nagyon, nagyon eltérő anyagokat is használ, és nagyon eltérő stílusban is. Hát alkot. Ők is kísérleteznek, illetve mindig próbálják felelni a számukra leginkább megfelelő megoldásokat. Szabó Tamás szobrainál a rendkívül élék kék szín, a szögek használata az egy abszolút autentikus és nagyon, nagyon komoly élményt nyújtó. Mi mondható el Mata Attila stílusáról? Mata Attilát én a katalógusba írt bevezetőmben a legludensebb tagnak neveztem, a szó legjobb értelmében. Az ő munkáira különösen, de mindhármukére jellemző az, hogy a szobrai körüljárhatóak, illetve tehát, hogy nem egy nézőpontúak, hanem gyakorlatilag végtelen számú nézőpontból élvezhetőek. Ez még Szabó Tamásnak például a Menet című installációjára is igaz, ahol a szobroknak a háta az egy síkban záródó műként jelentkezik. Mata Attilánál pedig van még egy komoly sajátosság, ami abban rejlik, hogy ő a variációkat tartja a szobrászat egyik alappillérének, illetve azt mondja, hogy akkor beszélhetünk szobrászatról, hogyha kísérletezünk, illetve variációkat csinálunk. De nála ez még azzal is megspékelődik, hogy egy szobrán belül is beszélhetünk akár több variációról. Ez egy picit így furcsa első hallása, de ha megnézik a szobrokat, akkor érteni fogják. Igen, itt a befogadó kreativitása is abszolút meg lesz mozgatva, hogyha megnézi az ő szobrait. Ez mind a hármukra jellemző. Nagyon jó meglátása. Éppen a kiállító térbe került interjú során merült ez fel, hogy szabadságot hagynak a látogatónak. Tehát nem, ha úgy tetszik, nem tökéletesen kimunkált, nem lezárt dolgokról van szó, hanem hagyják, hogy a látogató, a néző is a mű részesévé váljon, akár ő is alkotója legyen. Nézzük meg Kalmár Jánosnak a stílusát. Én itt is most lapozgatom a katalógust, és azt látom, hogy hármójuk közül talán ő a legletisztultabb, és talán lehet, hogy ő a legnehezebben befogadható. Persze, mert ezt az antropomorf formát, tehát a test és lélek kapcsolata miatt szükségszerűen alkalmazandó emberi formát, ezt ő próbálja meg a leginkább egyszerűsíteni a szó nemes értelmében. Ő az, aki a leginkább használja a verbális készségét, ő az, aki a leginkább minimalista, ha úgy tetszik, abszolút felfedezhető az ő alkotásaiban is az emberi alak, de már egy szellemi síkba inkább távozóról van szó. Akkor az ő nevük az, hogy morf, akkor ez ebből ered, ebből az antropomorf az alakból. Szójátékból? Igen, tehát bármit, ami a morfról az eszükbe jut a látogatóknak, az bátran használják a
kiállítás megtekintése során. Nem akarok nagy művészet filozófiába belemenni, de a kiállítás leírásában olvasható az a mondat, és hogy mindhárom alkotó az anyagtalant formálja anyaggá, és akkor itt előjön ez a test és lélek kapcsolata. Mit jelent ez pontosan? Vagy a kiállítás összeállítás, akkor mi volt a fő vezérfonal? Hát a fő vezérfonal az az volt, hogy ne szedjük őket szét, hanem maradjanak együtt, tehát a műcsarnok mindhárom, a 7-es, 8-as, 9-es termében mindhárman szerepelnek, mindhárom teremben, nagyon jól kiegészítik egymást, erre mondtam én azt, hogy tulajdonképpen megtalálták a másik két harmadukat, amikor találkoztak, illetve együtt maradtak. Ez az anyagtalan formáják anyaggá, hát igen, ez egy elég nehezen felfogható dolog, ők is ezzel próbálkoznak, ágálnak az ellen, hogy a végtelenhez közelítenének, hogy próbálnák az örökké valóság és a pillanat közti összefüggést megtalálni, kénytelenek anyagba önteni a gondolataikat, hiszen itt most ebben a mi életünkben csak az anyagon keresztül, illetve hát leginkább az anyagon keresztül tudunk kapcsolatot teremteni a szellemi világgal. Az ő közös munkájukat hogyan kell elképzelni? Mert itt ugye három személyről van szó, de hát mégis együtt csoportnak a tagjai. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Az biztos, hogy nem úgy, hogy felhívják egymást telefonon, és megbeszélik, hogy akkor most megyünk alkotni hajnalban, vagy késő este. De művészek nem ilyenek. Nem, kvázi büszkék is arra, hogy annak ellenére, hogy nincsenek napi, heti, havi szinten kapcsolatban, nyomon követik egymást, figyelnek egymásra, beszélgetéseik, tehát együtt esznek, isznak, a beszélgetéseik során is nyilván szóba kerülnek a legújabb ötleteik. Nagyon baráti a viszony, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy komoly barátságról van szó, ami nem feltétlenül jelenti a mindennapi kapcsolatot. A kiállítás anyaga mennyire friss, mikori alkotások ezek? Abszolút a 2000-es év utániak, de nagyon sok 2017-es, 2018-as munka is található ide a 2010-es évekből is. Tehát a legtöbb az 5 éven belüli. Szeretem a műcsarnoknak a kiállításait, mert mindig nagyon jó kísérő programok szoktak lenni a tárlatokhoz kapcsolódóan. Most itt lesznek hasonlóak? Hát a legnagyobb dolog talán, vagy ami a leginkább időszerű, és nagyon jókor készül a műsor ilyen szempontból, pénteken 28-án este 6 órakor mind a három kiállító művész jelenlétében kerül sor egy tárlatvezetésre, tehát a látogató kulisszatitkokban is, nek is a tudója lehet. De ez a legjobb, általuk, amikor a művész vezeti körbe. És a három különböző egyéniség, három szemszög, a saját munkáikról is fognak beszélni, valószínűleg a másik két kolléga, illetve barát munkájáról is, úgyhogy érdemes lesz eljönni. Igen. Ezen kívül művészetpedagógiai foglalkozások, amelyek leginkább gyermekek részére vannak fenntartva, de azok is zajlanak majd a térben. Puskázom, mert hogy a kiállítás ugye szeptember 21-én nyitotta meg kapuit, és egészen november 11-ig látogatható, tehát egész sok időnk van. Van idő, de egy nagyon fontos dolog éppen ezzel kapcsolatban, hogy a műsornok nyitvatartása évek óta úgy zajlik, hogy a hétfő az, mint ahogy a múzeumokban is szünnap, és nagyon fontos, hogy csütörtökön délben nyitunk. És egészen este. Egészen este 8 óráig, tehát aki csak munka után vagy este tud jönni, azt is várjuk szeretettel. Igen, ezt már megjegyeztem én is, hogy a dolgozó emberek napja a műcsarnokban az a csütörtök, mert akkor egészen sokáig ráérünk sétálgatni az alkotások között. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen!